Nem adott elsőbséget az egyik autós a másiknak Bonyhádon a kereszteződésben március 1-én a délutáni órákban, és a két jármű összeütközött. A balesetet egy 71 éves nő okozta, de ő, valamint a másik autósofőrje sem sérült meg a balesetben. Ellenben a vétlen autó utasa igen, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Ez volt az egyik olyan baleset a hétvégén, ahol a mentőket is hívni kellett. A másik az 56-os úton történt, Szekszártól nem messze, Várdom térségében. Súlyosabb kimenetelű baleset március 1-én az esti órákban történt, amikor egy Drávakeresztúri férfi közlekedett az 56-os számú főúton Várdom térségében, Szekszárd irányába az általa vezetett Suzuki-val. A férfi a balesetet követően azt mondta el a rendőröknek, hogy megcsúszott a nedves úttesten, az útról lesodródott és a vízelvezető árokba hajtott. Az autóban az utas hölgy, egy 51 éves sejjei nő sérült meg, az elsődleges adatok szerint súlyosan. A hétvégén összesen 5 balesethez riasztották a rendőröket Tolna megyében. A hatóság az enyhébb télnek és a sűrűbb rendőrségi ellenőrzéseknek tudja be, hogy az év első két hónapjában kevesebb baleset történt Tolna megyében, mint tavaly ugyanebben az időszakban.